Na hát szeretettel köszöntöm a kedves nézőinket. Egyetemista koromban egy hallgatótársam, aki azóta egyébként már más tudományterületen sikeres karriert futott be, megkérdezte, hogy és te egyébként matematika szakon mit csináltok? Megoldogatjátok a zöld könyvből azokat a feladatokat, amelyekre középiskolában azt mondtuk, hogy túl nehéz. Tényleg egy nagyon fontos momentuma volt ez a kérdés, mert sokat elárul arról, hogy hogyan látszunk mi matematikusok a külvilág számára. Mai műsorunk célja, hogy tiszta vizet öntsünk a pohárba, körbejárjuk mi az, hogy matematikus, mit csinál, hogyan él egy matematikus. Vendégünk ifjabb Székelyhidi László, a Lipcsei Egyetem professzora, Gibbs, Oberwolfa, Leibniz és immár a Neumann professzor, díjas matematikus. Szeretettel köszöntelek, Laci Isten hozott a virtuális stúdiumban. Szervusz Tibor, örülök, hogy így megint találkozunk. Kezdjük rögtön az elején. Családodban több generációs mesterség a matematika. Mennyire volt egyértelmű, illetve mikor dőlt el, hogy te is erre az útra lépsz? Ez igazából lassú folyamat volt. Tehát nem az volt, hogy már három éves korban versenyfeladatokat oldattak meg velem a szüleim, hanem pont ellenkezőleg. Versenyekben, ilyen középiskolai versenyekben én is részt vettem, de sosem voltam a legjobbak között. Tehát mindig úgy elég jó, hogy tetszett, meg minden, de nem, és a szüleim sem próbálták erőltetni ezt a dolgot. De az nyilvánvaló, hogy ez látszott, hogy tehát van egy élő példakép, tehát ez a szakma, ez egy járható út, mert édesanyám és édesapám is ebben a szakmában dolgozott, úgyhogy meg néha bejártam a matematika intézetbe, tehát a matematikus számomra nem egy elvont, absztrakt fogalom volt, hanem húsvér emberek. Amikor az egyetemre készültem, vagy azon gondolkodtam, hogy egyetemen mit fogok tanulni, a matematikus szak az érdekelt. Bár akkor nagyon azt gondoltam, hogy a matematika szak az talán kicsit túl elvont, túl absztrakt, jobb lenne valami matematikai fizika, tehát valami mégiscsak valami köze a valósághoz, mondjuk így, de utána az egyetem, ahova felvettek, ott nem volt matematikai fizika szak, csak matematikus szak, és utána több helyről meggyőztek, hogy az mindegy, az el lehet kezdeni az alapozást tiszta matematikával, és utána még mindig lehet az alkalmazások irányába haladni. És ez utána így is történt. Érdekes egyébként, amit az előbb mondtál a versenyekről, ezt én is mindig el szoktam mondani itt a különböző fórumokon, hogy én azt gondolom, hogy ezek a tanulmányi versenyek ugye egyfajta kompetenciát mérnek, de ez általában ugye arról szól a többség, hogy kinek milyen gyorsan vág az agya, kinek mennyi türelme van ott ülni még az ötödik feladat fölött is, mondjuk mitén 2,5 óra hossza után, és még mindig gondolkodni rajta, hogy lehet ezt megcsinálni, hogy felállna és közben elmenne valahova, vagy egy kicsit elterelni másfelé a figyelmét, és ugye a kutatói életpályán viszont ez a kompetencia, tehát az, hogy valaki nagyon gyorsan tud reagálni, nagyon kitartóan ott tud ülni a feladatok mellett, hát nem azt mondom, hogy nem fontos, de tulajdonképpen ennek a viszonylagos hiányában is el lehet érni sikereket. Nem tudom, hogy te ezt mennyire látod. Igen, tehát ezt én is pont így látom, tehát a tanulmányi versenyeknek a lényege az tehát azt edzeni kell, vannak bizonyos standard feladattípusok, és hogyha az ember már látott 10 olyan fajta feladatot, akkor már tudja, hogy igen, ezt ezzel a módszerrel megpróbálhatom, és gyorsnak is kell lenni, nagyon gyorsnak kell lenni. És tehát persze vannak olyan fajta versenyek, például a Kömal, ahova be kell küldeni a feladat megoldását, hogy több ideje van az embernek, de azok mégiscsak sokszor valamiféle kis trükkön alapulnak. És a kutatás az abban más, hogy sokkal szívósabbnak kell lenni. Tehát talán, mint hogyha versenyzés az kicsit mint a sprintelés, és a kutatás az meg inkább távfutás, tehát nem feltétlenül maraton, de egy hosszabb távot, tehát ki kell tartani. És vannak kudarcok, van, hogy az ember már nem bírja, és akkor nem szabad feladni, akkor lehet, hogy más irányba kell menni. Meg ugye ez is a kutatásnak egy fontos része, hogy,
hogy persze előfordulhat, hogy egy probléma olyan nehéz, hogy nincs ötlet, leragadok. És akkor nagyon fontos, hogy akkor viszont több irányba kell szétterebélyesedni, akkor lehet egy másik probléma, vagy ugyanannak a problémának egy másik aspektusa, tehát nem szabad leragadni egy fix problémánál. Ugye egy versenynél megvan adva a konkrét probléma, és pont azt kell megoldani, nem egy másikat. Igen, igen. Milyen iskolákban jártál egyébként? Tehát kezdjük mondjuk az általánostól. Általános, hát ez a debreceni újkerti általános iskola volt, a lakótelep, ahol a szüleimmel laktunk. Utána volt egy vágás, egy évig Hamburgban voltunk, édesapám ösztöndíjjal a Hamburgi Egyetemre kijutott, mint kutató, és kimentünk az egész családdal, akkor ott egy évig jártam az iskolába, és amikor visszajöttünk, akkor nem ugyanabba az általános iskolába, hanem egy másikba, debreceni, a Dózsa György úti általános iskolába mentem, és ott volt ott fejeztem be az általános iskolát, 8 évet. Onnan még volt egy év gimnázium Debrecenben, a Tóth Árpád gimnáziumban, és egy év után a szüleim megint kaptak egy állást külföldön, a Kuwaiti Egyetemen, ez pont a golf háború után volt, úgyhogy elég sok megüresedett állás volt, ugye háború után ez egy kivételes alkalom volt, és akkor kimentünk. Akkor én nagyon nem akartam, mert én nagyon szerettem azt az osztályt, ezt a gimnáziumi osztályt, nagyon jó tanáraim is voltak, de hát ugye ez így alakult, és utána Kuwaitban egy angol rendszerű, angol nyelvű középiskolába jártam, és így lett a végén angol érettségim. És ezzel az angol érettségével utána majdnem, hogy egyszerűbb volt angol egyetemekre felvételizni, mint magyar vagy német egyetemekre is próbáltam, mert ugye volt egy kapcsolatom Németországgal, de az angol az volt az egyenes út tulajdonképpen. És akkor így kerültem Oxfordba. Akkor te nem a zöld könyvből érettségiztél, amit a beszélgetés elején megidítettél. Nem, ezt nem is tudtam pontosan, hogy mi a zöld könyv. Igen, a fiatalabb nézőink kedvéért mondjuk azért el, hogy ugye régebben a zöld könyv az ugye ez egy ilyen standard matematikai feladatgyűjtemény volt. Középiskolás korunkban ugye abból oldottuk meg a feladatokat, sőt ugye az érettségi feladatok is abból kerültek ki. Ezt ugye úgy kell elképzelni, hogy az érettségi úgy nézett ki, hogy reggel 8-kor behoztak egy tévét az osztályterembe, ahol az érettségi zajlott, azt bekapcsolták, és a bemondó hölgy a hírek után köszöntötte az érettségizőket, és bemondott 7 vagy 8 darab számot, és ezek a számok ugye a feladatoknak a sorszámai voltak a zöld könyvben, amit meg kellett oldani. Sok sikert kívánt, és akkor nekikezdtünk. Na jó, zárójel bezárva. Azt mondd már meg nekem, Laci, hogy kell azt elképzelni, hogy te 14-15, nem tudom hány éves lettél akkor, Kuwaitba betoppansz egy iskolába, ahol a oktatás innestől kezdve angol nyelven megy, hogy ezt az első napot, vagy ezt az első pillanatot, ezt próbáld már meg valahogy leírni. Tehát ez az angol iskola, ez úgy volt, hogy az osztály, tehát a tanulmányi teljesítmény alapján voltunk osztályokba besorolva, és ezért akik újonnan az iskolába kerültek, azok először valamiféle tesztet kellett, hogy csinálni. Angol, azt hiszem matematika is volt, meg lehet, hogy még valami, arra már nem emlékszem. És a másik, tehát az volt az első különlegesség, hogy ugye egyenruha volt, ez kötelező, ez igazából angol iskolában bármilyen szinten kötelező az egyenruha. Ez egy elég jutólag nem olyan szép, ilyen bordó, nadrág, fehér ing, tehát nem lehet elképzelni, mint valami nagyon szép egyenruha. De és akkor mindenki ott ült, nyakkendő is, ugye, és akkor ott ültünk, és akkor ugye izgultam, mert nem tudtam, hogy milyen lesz, és akkor leült mellettem egy másik gyerek a padba, és hát gondoltam, hogy valahogy megpróbálok barátkozni, még mielőtt elkezdődik a teszt, és akkor mondtam így angol, töredezett angolsággal, hogy hello, hogy I am László, I am from Hungary. És akkor erre azt mondja, hogy I am too, én is. Kiderült, hogy a gyerek, aki mellettem ült, ő is Magyarországról jött, ő pont ugyanabban a szituációban volt, mint én, bekerült ebbe az angol iskolába, úgyhogy
vele utána nagyon jó barátságban keveredtünk, és volt még azt hiszem két másik magyar is ugyanabban a korosztályban. Tehát egyébként meg nagyon nemzetközi volt. Tehát nem egy ilyen tipikus angol iskola, ami ugye elképzelje az ember, hogy mindenki angol, és akkor oda jövök én a kis Magyarországról, hanem ez egy nagyon nemzetközi szituáció volt. Kuvaitiak is, más arab országokból, tehát, és sokan ilyen egyetemi embereknek a gyerekei voltak, mert hát ez egy magániskola, és az egyetem fizette a tandíjat. Jó, folytassuk Oxforddal. Igen, hát Oxford az amikor Oxfordba kijutottam, az ugye az azért volt egy nagy fordulópont, mert akkor kerültem el a szüleimtől, és tulajdonképpen ez, hogyha az ember Magyarországon végzi a középiskolát, és amit az egyetemre, akkor is sok esetben elkerül a szüleitől, tehát ugyanez az új távolság a szülői otthontól ez megvan, de számomra tényleg, mintha a világ másik végébe kerültem volna, nem ismertem senkit, és ez nem volt egy könnyű pillanat, de ugyanakkor Oxfordban az a jó, hogy vannak ezek a kollégiumok, kollégiumok, és a kollégium nem csak azt jelenti, mint Magyarországon, hogy az a szállás, hanem az egy egész közösség. Tehát a professzorok is, meg mindenféle más, a menza, meg minden kollégiumon belül történik, és egy kollégiumban van például, tehát az én korosztályomban volt 10 matematikus. Tehát kb. Ilyen nagyságrendet kell elképzelni, és ugye mindenki, aki velem együtt oda került, teljesen új volt, alig volt valaki, akik már úgy ismerték egymást korábbról, és elég sok program volt az elején, hogy megismerjük egymást, különböző klubok, én például szeretek zenélni, és akkor zenekar, meg ugye az evezés az nagyon fontos Oxfordban, akkor egyből evezőklub, meg mindenféle. Tehát ez nagyon gyorsan beindult, ez az egész ilyen ismerettség, meg baráti kör. És akkor Oxford is matematika? Igen, a matematika, hát az ugye első előadás, az oxfordi professzor, ugye, és akkor elkezd beszélni, nagyon szép volt. És tetszett, mert az elején, azt persze azóta tudom, hogy angolul, tehát ugye matematikában vannak tételek, és a tétel angolul theorem, de vannak olyan, hogy kis tételek, és akkor a legkisebb az a lemma, és annál kicsit nagyobb a proposition. És a proposition az nekem nagyon tetszett, hogy felírta, hogy proposition, és valami tétel volt, és én akkor hallottam először ezt a szót, hogy proposition ilyen kontextusban. Számomra az azt jelenti, hogy mint hogy egy ajánlás, tehát proposition-t megnézzük szótárban, hogy mit jelent, hogy én ezt tanácsolom, vagy ezt ajánlom, és ez úgy nagyon megtetszett nekem, hogy nem az, hogy ő így frontálisan, hogy megmondja, hogy ez így van, hanem ezt így felajánlja a közösségnek, és akkor úgy gondolkozhatunk rajta. Úgyhogy ez volt az első ilyen nagyon érdekes élményem a matematikával kapcsolatban Oxfordban. Persze ez nem Oxfordhoz kapcsolódik, mert ez teljesen a matematikában nagyon sok helyen használják ezt a szót, hogy proposition. És kutatni mikor kezdtél? Kutatni igazából az oxfordi tanulmányaim alatt persze ott is ilyen házi feladatok, meg ugye a vizsga, de a vizsga is, meg a házi feladatok is kicsit olyan, amiről korábban beszéltünk, a középiskolai versenyfeladatok, hogy vannak feladattípusok, és hogyha az ember elég sokat egy bizonyos típusból megcsinált, akkor meg fogja tudni a N+1. Olyan feladatot is csinálni. Ez tulajdonképpen így ment az oxfordi tanulmányok alatt végig. Kutatni a doktori disszertáció kezdetén kezdtem, akkor idejöttem Lipcsébe, ahol most vagyok, és
Hát itt az elején nem is kaptam így konkrét problémát, csak hogy ezt meg ezt meg ezt olvassam el, és akkor kezdjek el így ezeken a dolgokon gondolkodni. De nem úgy, hogy van egy fix probléma, ezt tessék megoldani. És ez nagyon tetszett, mert tényleg, tehát ugye elkezdtem gondolkodni, és akkor kicsit próbálgattam, számolgattam, cikkeket, meg könyveket olvastam, akkor kiderült, hogy egy csomó mindent még nem tudok, akkor utána kell olvasni, és ez egy ilyen egész más léptékű folyamat volt, mint amit eddig tapasztaltam. Tehát ez volt az első ilyen kutatási tapasztalatom. De... És ez utána is, tehát utána tényleg ezek a tapasztalatok, amikor már konkrét problémáim voltak, hogy amiket meg kell oldani, és nem haladtam vele, tehát ez szerintem fontos, hogy mindenki tapasztalja ezt, hogy van olyan, hogy egy problémát nem lehet egyből megoldani, de akkor nem szabad feladni. Lehet, hogy kicsit arrébb kell tenni, akkor van egy másik probléma, azon is lehet gondolkodni, és akkor tudom, egy két hét múlva visszatérek hozzá, vagy beszélgetek valakivel, akkor lehet, hogy a beszélgetés közben jön egy új ötlet. Tehát ez egy sokszor a tudatalattiban is dolgozik az agyunk a problémán, és lehet, hogy éjjel-én hirtelen van egy ötlet, és akkor fú, ezt most gyorsan le kell írnom. Persze olyan is van, hogy éjjel-én jön egy ötlet, nagyon megörülök, jól kialszom magam, és másnap rájövök, hogy hülyeség volt. Egyébként a kudarctűrés az a kutatóknak egy nagyon-nagyon fontos tulajdonsága, hogy ez legyen. Én mindig szoktam mondani, hogy szerintem én már sokkal több időt töltöttem el olyan dolgokkal, amikből végül nem lett semmi, mint amit azokra fordítottam, amikből végül lett valamilyen eredmény. Nem tudom nálad, milyen ez az arány. Igen, hát az biztos, hogy sokkal több a kudarc, mint a győzelem. De ugye a győzelemre emlékszünk. De sokszor egy jó kérdés, amit nem tudunk megválaszolni, az hasznosabb, mint egy válasz, ami nem érdekes. Most haladjunk a jelen felé. Ezt most a nézőknek szeretném címezni ezt a kérdést, hogy John Nash, Lars Onziger and Dan Shechtman, ők mindhárman ugye Nobel-díjasok, de hogy van-e még valami közös bennük, kérdezem a nézőket. Hát jó, most ugye nincs lehetőség interaktív válaszra, így rögtön segítek is, hogy mindhárman kapcsolatba hozhatók a vendégségünkben lévő ifjabb Székelyhidi Lászlóval. Hát hogyan néz ki ez a kapcsolat? Laci, ez már a te kérdésed. Hát ez igen, ez nagyon hizelgő, ilyen nagy nevekkel engem kapcsolatba hozni. Igazából, amikor először kérdezted ezt a kérdést, arra gondoltam, hogy mind a hárman Nobel-díjat kaptak, és az ugye köztudott, hogy Nobel-díj matematikából nincsen, viszont mindhárman a kutatásukkal a matematikát is nagyon lényegesen előrevitték. Úgyhogy én ezt nevezném fontos közös pontnak, amire te célzol, az gondolom az, hogy John Nash és Lars Onziger munkásságának köze van az én kutatásomhoz, és Dan Shechtman pedig a előttem a tavalyi Neumann professzor díjas, díjat megtisztelt kutató. Úgyhogy ilyen nevek, ilyen névsorba kerültem, ez is nagyon megtisztelő. Így is van, pontosan a teljesség kedvéért azért mondjuk el, hogy ez a Neumann professzori díj, amelyet ugye most 2020-ban neked ítélt a alapító Neumann János Számítástudományi Társaság és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, ezt 2017-ben alapították, és 2017-ben Lovász László kapta meg, aki ugye itt Magyarországon az MTA legutóbbi elnökeként ismert leginkább, de egyébként ugye világhírű matematikusról van szó. 2018-ban Stipanovics János, és hát 2019-ben kapta meg valóban Dan Shechtman, Nobel-díjas kémikus, és hát 2020-ban pedig te, amihez ezúton is szívből gratulálunk, és hát azt hiszem, hogy ez az illusztris társaság, ez úgy nagyjából mutatja, hogy ennek a díjnak milyen értéke van, és nagyjából milyen színvonalat kell ahhoz teljesíteni, hogy ezt valaki elnyerje.
Hát a Neumann professzori címmel kapcsolatban tehát két aspektus volt az, ami nekem nagyon tetszett. Az egyik ugye, hogy a Neumann János nevével fémjelzett díjról van szó. Neumann János szerintem a 20. század egyik legnagyobb géniusza volt, nem csak a számítástechnika területén, hanem kvantummechanika, hidrodinamika, játékelmélet, tulajdonképpen bármi, amihez hozzáfogott, aranyá vált. És a másik aspektus az pedig az, hogy a díjnak ugye két lábon áll, az egyik, ahogy említetted, a Neumann János Számítástechnikai Társaság, a másik pedig a Budapesti Műszaki Egyetem, és az elmúlt években elég intenzíven megpróbáltam egy komolyabb szakmai kapcsolatot kialakítani a BME-s matematikus kollégákkal. Ennek egyik célja az, hogy közös kutatási témáink legyenek, vagy hogyha vannak, akkor közös cikkek, közös eredmények. De egy fontosabb cél, ami most egy aktuális dolog, hogy nagyon szeretnénk kialakítani egy közös doktori iskolát Budapest és Lipcse között, és akkor ezzel most e célból beadtunk egy nagy pályázatot most nyáron a DFG-hez, ez a Német Kutatási Alap, és hát remélem, hogy ez sikerrel jár ez a pályázat. És ennek a célja, hogy egyrészt közelebb hozzuk a lipcsei és a budapesti, vagy magyarországi és a német matematikát, és a doktorandusoknak is, a diákoknak is adjunk egy ilyen újabb lehetőséget, hogy úgy tudjanak külföldre menni, jelen esetben Lipcsébe, Németországba, hogy egy lábban mégiscsak otthon maradnak. Józsa János rektor úr a méltatásban és azt is állította, hogy a te eredményeidet ők, mint ugye nem feltétlenül matematikusok, hanem ilyen áramlástannal, fizikával, kémiával foglalkozó szakemberek, tehát az eredményeknek ők hasznát veszik. Na most hogy alakul ki az elméleti matematika és az alkalmazás között egy ilyen kereslet-kínálati helyzet, tehát hogy hogyan talál egymásra a kereslet és kínálat? Igen, ez a Józsa János rektor úrral egy-kétszer elég jól elbeszélgettünk, mert ő hidrostatikával, illetve tehát a mérnöki részével, a hidromechanikával azzal foglalkozik, az a kutatási területe, én pedig a matematikai részével foglalkozom a hidrodinamikának, és ugye van egy ilyen elég régi mondás, hogy a hidrodinamika, mint elmélet, az tulajdonképpen két külön részre bontható, vannak a mérnökök, akik ugye azt látják, meg azt észlelik, amit nem tudunk megmagyarázni, és vannak a matematikusok, amelyek azt magyarázzák meg, amit nem tudunk észlelni. Ugye, tehát elég nagy a távolság, és a probléma, az alapprobléma, amiért ez a két végpont ilyen nehezen közeledik egymáshoz, az a turbulencia. És azt mondjuk, én nem merném ilyen nagy merészélességgel állítani, hogy az én kutatásomnak direkt haszna van az alkalmazásokban, például a meteorológiában, hanem inkább úgy fogalmaznám, hogy a meteorológia, vagy az aerodinamika nagyon sok áramlással kapcsolatos problémában az egyik nagy nehézség az a turbulencia, mint komplex folyamat. És ennek a szimulációja, vagy a kiszámolása, illetve a modellezése. Ugye meteorológusként az emberek azt csinálják, hogy vesznek mérési adatokat, és akkor ezek bizonyos felbontással, ugye fel van térképezve mondjuk az egész ország mérési adatok, de ezek általában elég nagy távolságok, tehát nagyon rossz felbontásról van szó. Úgy is fogalmazhatnánk. Tehát amikor legutóbb néztem, például Budapest körül négy mérőállomás van, négy meteorológiai mérőállomás, ebből a négy adatból kell ugye az egész Budapest környékét feltérképezni, és ugyanakkor ugye
légörvények sokkal kisebb skálán is felléphetnek, és a turbulenciában az a nehézség, hogy ezek a kis skálán fellépő légörvények, ezek nagyon hamar megváltoztathatják a nagy skálán lévő mozgásoknak a tulajdonságait. Tehát van egy ilyen kölcsönhatás a kis skála és a nagy skála között. Ez egy kicsit ahhoz hasonlítható, mint ami pillangó effektusként ismert, hogy a kis pillangó valahol Ázsiában szárnyával megváltoztatja az európai időjárást. Csak a turbulenciában ez nem hosszú időn keresztül, tehát nem egy kaotikus, véges dimenziós dinamikus rendszerről van szó, hanem egy kaotikus, végtelen dimenziós dinamikus rendszerről, ahol kis időn belül is ez a kaotikus állapot ez felléphet. És ezt ugye meteorológusok, vagy aerodinamikával foglalkozó mérnökök valahogy le kell, hogy egyszerűsítsék. És ez az egyszerűsítés, ez problémás, ugye, mert van ez a kölcsönhatás. És amivel én foglalkozom, az ennek az egyszerűsítésnek a jobb megértése, vagy jobb modellezése. Tehát amit egyszerűsítésnek nevezek, az igazából átlagolásnak kéne mondani. És akkor ez úgy van, hogy te tudod, mi ott a probléma, tehát neked elmondták az ottani szakemberek, és akkor te azt ugye lefordítottad a matematika nyelvére, tehát te tudod, hogy neked matematikailag mit kellene ahhoz tenned, hogy ez a történet előrébb lendüljön, és akkor te ezzel foglalkozol. Mert ugye lehetne egy másik út is, hogy te foglalkozol valamivel, és egészen véletlenül az jó lesz a mérnököknek, illetve azoknak, akik ezeket a jelenségeket vizsgálják. Melyik itt inkább? Ez utóbbi, amit mondtál, ahogy nálunk kialakult ez a kutatási terület. Tehát egész mással foglalkoztam a kollégáimmal, és más ismerősök mondták, hogy fú, amit ti csináltok, annak köze van ehhez a híres problémához a turbulenciában, ez a konkrétan Onsager-nek a sejtése volt, és ezt végül úgy kb. 10 éves munkával ezt sikerült megoldani. Ugye nem csak nekem egyedül, hanem sok más kutatóval együtt. Na most az a helyzet, hogy a hidrodinamikában, a matematikai hidrodinamikában persze nagyon sok matematikai problémát fel lehet vetni, de a legtöbbnek nincs köze a valósághoz. Legalábbis olyan értelemben, hogy ha meg tudjuk oldani azokat a problémákat, a válasz az használhatatlan az alkalmazások szempontjából. És ez az Onsager sejtés, ez viszont használható, ez tényleg egy fontos sejtés volt, és legalábbis olyan értelemben, hogy azok a modellek, amik ezen az Onsager-féle elméleten alapulnak, ezeket most, hogy mondjam, analitikusan tudtuk igazolni, és ezt most tovább is lehet fejleszteni. Tehát most amin jelenleg dolgozom, az ez egyik projekt, a hamburgi Max Planck Meteorológia Intézetben kollégákkal megpróbáljuk erre egy szimulációt építeni, erre az elméletre. Tehát ugye numerikus szimulációja a turbulens áramlásoknak nagyon sok létezik, de mindegyik ugye megakad egy bizonyos komplexitásnál, mert tehát például, hogyha egy normál sebességgel menő autó körül a legkisebb, tehát legjobb felbontással megpróbálnánk kiszámolni a légörvényt, mondjuk egy óra időtartamon belül, akkor ez szerintem egyszer kiszámoltam, a leggyorsabb szuperszámítógépekkel is több száz évig tartana. Sőt, több ezer évig, úgy emlékszem, több ezer évig. Tehát ez teljesen lehetetlen. És amit most mi akarunk csinálni, ez egy olyan fajta numerikus szimuláció, ami ezt a töredékére lerövidíti ezt a fajta szimulációt. De az, hogy ezt aztán tényleg alkalmazni fogják-e a mérnökök, vagy nem, azt nem tudom. És lehet, hogy nem. Ugyanis a mérnökök sok próbálgatása lehet, hogy nem tudják megmagyarázni, hogy mi miért működik, de működik. Tehát egy híres probléma a hidrodinamikában az, hogy egy repülőgép
tehát egy sugár meghajtású repülőgép, az mekkora szögben veszti el a felhajtó erőnek a hatását. És erre nincsen elmélet, de azért bízunk benne, hogyha repülőgépre ülünk, mostanában már nem nagyon, de ha repülőgépre ülünk, akkor legalább, vagy maximálisan olyan szögben emelkedik, amiben még nem veszik el a felhajtó erő. Ez nyilván ki lehet próbálva, és egy biztonsági intervallumon belül vagyunk. De erre nincs elmélet. 2018-ban elnyerted a német nemzeti Nobel-díjként is nevezett Leibniz-díjat, amely egy 2,5 millió eurós pénzösszeget is jelent. Na most ugye nyilván ezt gondoljuk, hogy ez nem úgy történik, hogy akkor ez rákerül a számládra, és akkor veszel egy Ferrarit vasárnap, hétfőn lemész vele az általad kiválasztott helyre, és elköltesz ott 3-4 hónapod a tengerparton, hanem gondolom, hogy ezzel valamilyen kutatási célokat is megelőlegeznek. Így van, tehát ez a pénzösszeg, ez nem is csak hogy is, hanem csak is kutatási célra alkalmazható, ebből én egy fillért sem látok a személyesen a számlámon. Ez egy 5 vagy maximálisan 7 évre szóló kvázi kutatási projekt pénz, de az a különlegessége, hogy nem kell a projekthez megmondani, hogy mit fogok csinálni. Tehát általában a kutatási pénzek menete az Németországban és Magyarországon is úgy szokott működni, hogy be kell adni egy pályázatot, és abban a pályázatban le kell írni, hogy én a következő 3-4-5 évben ezeken meg ezeken a problémákon fogok dolgozni. És vannak bizonyos célok, vagy részcélok, akkor a pénznek egy részét, tehát meg kell magyarázni, hogy a pénz az mondjuk mire költendő, egy új számítógép, vagy mondjuk matematikusként a pénznek a legnagyobb része az fizetésekre megy, tehát munkatársakat tudok ezzel alkalmazni, vagy doktoranduszokat fizetni, és akkor meg kell mondani, hogy ennyi meg ennyi kutatásra munkatárs, meg posztok, meg doktorandusz, és ezeket a problémákat fogjuk megoldani. És akkor bizonyos időintervallumokban kell egy ilyen riportot írni, hogy most eddig meg eddig ezt értem el, erre ment el a pénz, ez megegyezik azzal, amit a pályázatban leírtam, és így tovább. Na most ez a Leibniz díj, ehhez semmiféle ilyen pályázat nem kell, nem kell előre megmondani, hogy mire költöm, és arra költhetem, amire akarom. Persze kutatási kereten belül, tehát ha éppen most úgy tűnik, hogy témát kéne váltani, mert annyira már nem menő ez a téma, amin eddig dolgoztam, akkor azt mondhatom, hogy ezen túl erre a másik témára koncentrálok, és akkor mondjuk olyan munkatárst keresek, aki abban azt a témát ismeri. Tehát mondjuk inkább geometria, topológia, és mégsem annyira a hidrodinamika. Tehát ez a flexibilitás, ez nagyon ritka a kutatási világban. Az elején mondtad ugye Neumann Jánosról, hogy amihez hozzányúl, az arannyá vált. Akkor most ezek szerint a német finanszírozó is ezt gondolja rólad? Hogy kellene erre válaszolni, de hogy... Azt mondjuk, szerintem ne hasonlítsunk engem Neumann Jánoshoz, biztos, hogy én fogok veszíteni, de egy bizonyos mértékig így van, tehát megelőlegezik ezt a bizalmat, hogy itt van ez a pénz, és akkor ezt biztos, hogy valami arra költöm, amiből valami kijön. Ez így van. De ez egyébként egy nagyszerű szabadság, ezt én nagyon-nagyon átérzem, mert mindig is, amikor ilyen pályázatot beadunk, mindig szoktam mondani, hogy ha én meg tudnám mondani, hogy pontosan mi lesz, akkor az azt jelenti, hogy ez már most megvan. Én gyakorlatilag csak arra veszem fel a pénzt, hogy közben kitaláljam, hogy majd mivel fogok azután foglalkozni. Hát mindig mondtam, hogy ez nem olyan, mint egy. Mindig szoktam mondani, hogy ez nem olyan, mint mondjuk egy ház felépítése, hogyha rendelkezésre áll a tervrajz, meg rendelkezésre áll a megfelelő alapanyag, meg a munkaerő, akkor az biztos, hogy fel fog
megépülni. Tehát ott nincs olyan, ami miatt ez nem következhet be. Hát ugye matematikában még a célegyenesben is el lehet. Hát igen, sőt a matematika ilyen szempontból még nehezebb, mint a kísérleti tudományok, mert egy kísérleti tudomány, vagy egy tipikus projekt mondjuk olyasmi lehet, hogy van egy bizonyos állítás, vagy tézis, és akkor kísérleteket végzünk, hogy azt igazoljuk. És az eredmény, még akkor is, hogy a kísérletünk nem igazolja azt az eredeti állítást, akkor is publikálható, mert ugye megvan. Tehát vagy igaz, vagy nem, mind a kettő egy elért eredmény. De a matematikában, ha van egy állítás, és nem tudom bebizonyítani, az nem eredmény. Hát így van, ritkán olvasunk olyan cikket, hogy én ezt így megpróbáltam, de nem lett belőle semmi. Igen, és ugye hát akkor mégis egy kutatócsoportot menedzsel, most ezt jól gondolom, és hogy ez mennyi időt visz el? Tehát vagy hogy osztod meg az időt a kutatási feladatok ellátása, tovább az ilyen adminisztrációs menedzsment feladatok között, illetve kérdem, hogy tanítasz is? Igazából most csak egy speciális kollokvium, tehát egy ilyen mesterszintű előadást tartok. A alap tanításból ki tudtam vonni magam ezzel a kutatási pénzzel. A management az nem, tehát nem úgy kell érteni hogy menedzselem ezt a kutatási kutatócsoportot, mint egy menedzser, hogy papírokat írok alá, meg tudom én, és akkor, hanem igazából ezt élvezem. Tehát arról van szó, hogy vannak bizonyos kutatási irányok, amiken itt dolgozunk Lipcsében, és ebben én ugyanúgy részt veszek partnerként, mint a doktorandusz, vagy van olyan, aki még diplomamunkát végez nálam, vagy olyan, aki pár éve már van PhD-je, és már tapasztalatot is szerzett. Amerikából jött például, ilyenek is vannak. És ezek mind partnerek, tehát elképzelhető, mondjuk a matematikában ez is egy ilyen specialitás, hogy sokszor egyfajta radikális gondolkodásra van szükség, tehát hogyha az ember már nagyon sok tapasztalattal rendelkezik, akkor néha túlságosan beleragad a megszokott kerékvágásba, és nem tud teljesen új gondolatokat generálni. És akkor arra jó, hogyha jön egy friss diák, vagy doktorandusz, és egész máshogy gondolkozik, és lehet, hogy mond mondjuk 10 hülyeséget, de hogyha abból a 10 hülyeség után jön egy jó ötlet, akkor az már nagyon sokat jelent. És a feladatom ebben a dialógusban, ami kialakul a csoportom tagjaival, igazából abból áll, hogy elérjem, hogy legyen egyfajta átlag sebesség. Tehát, hogyha megakadunk egy részproblémánál, akkor ne ragadjunk le. Ugye ez az, amiben nekem már mondjuk több tapasztalatom van ebben a leragadásban, és akkor én tudom, hogy jó, akkor most próbáljuk meg máshonnan megfogni. Vagy olvassunk el közösen egy cikket, amit már régóta meg akartam érteni, hát hogyha abból valami új ötlet születik. Vagy nézzünk egy egész más problémát. Vagy menjünk el egy múzeumba, bár most azt sajnos nem lehet, és nézzünk meg itt van a Max Klingernek a Beethoven szobra, nézzük meg, hát ha utána lesz egy jó ötletünk. Tehát valahogy mondjuk ez ritkán történik meg, de a lényeg az, hogy próbáljam elérni, hogy senki se akadjon meg teljesen a ötlettelenség sarában, hanem legyen egy olyan átlagsebesség, hogy előre haladunk. Igen, ez nagyon fontos. Hogy néz ki egyébként egy napon? Vagy egy heted? Ez a fajta menedzsmentelés, ez igazából a munkának egy élvezetes része. Egy másik része az a cikkírás, az már úgy kevésbé, mert ugye arra is kell figyelni, hogyha már megvan egy eredmény, akkor az jól le legyen írva. És ilyenkor is nekem több feladatom van benne, hogy jól legyen leírva, mert ebben is már nagyobb a tapasztalatom. Tudom, hogyha egy bizonyos folyóirathoz akarunk beadni valamit, akkor meg kell lenni annak a fajta nyelvezetnek, amit elvárnak annál a folyóiratnál. Emellett szerkesztői feladataim is vannak, folyóiratok
nál cikkeket kell referálni, meg pályázatokat kell elbírálni, például az Európai Unióban beadott pályázatok, most azzal telt el 2 hetem, hogy olyanokat bíráltam el. Tehát ez az a része, ami egy ideig élvezett, hogy nézem, hogy milyen érdekes pályázatok, ez is szép dolog, meg olyan emberek nevét ismerem maga, akiket eddig nem ismertem, de ugyanakkor ez elég sokáig szokott tartani. Tehát ezzel sok munka megy el. És hát akkor vannak a megadott időpontban a szemináriumaink. Most a vírus időszakban, ugye ez most már nálunk egy fajta hibrid rendszer működik, hogy 5-6-7 ember lehet bent egy szemináriumi teremben, a többiek videón kell, hogy nézzék az előadást, és akkor megpróbáljuk ezt valahogy intézni. De szükség van arra, hogy akár mennyire is távolságot kell tartani, hogy valamiféle módon tudjunk egymással kommunikálni. Igen, és úgy érzed, hogy van elég időd a kutatásra? Na, mindig úgy érzem, hogy nincs elég időm, tehát még több idő kellene, de már így is, tehát ez a Leibniz díj, azzal nagyon sok időt nyertem kutatásra. Úgyhogy igazából szerintem sok szempontból egy kutatónak nem annyira pénzre van szüksége, hanem időre. De ugye olyan díj nincs, amivel plusz időt ad. Így van, erre próbáltam célozni a kérdésre. És mi van a matematikán túl? Hogy néz ki a civil Székelyi László? Hát a civil Székelyi László az családapa, van egy, ugye, tehát kérdezted, hogy hogy telik egy tipikus napom. Reggel 6-kor kelek, ébresztem a nagyobbik lányunkat, ő gimnáziumba jár, ami itt, tehát az német rendszer gimnázium, az azt jelenti, hogy 5. osztály, neki 7-kor kell indulnia, és amikor ő elment, kb. Akkor szokott a kisebbik lányunk felkelni, vagy felébredni, akkor vele játszok, ő 2,5 éves, utána 8:30-9 fele őt viszem az óvodába. A feleségem szeret kicsit tovább aludni, úgyhogy ez a reggeli procedúra, ez az én feladatom. Cserébe, hogy ő délután foglalkozik a kicsivel, meg aztán jön a nagylányunk, akkor a tanítással is segíteni kell, és tehát ez így kezdődik a nap, aztán ma például én fogok főzni vacsorát, már még nem gondoltam pontosan, hogy így mi lesz, de én fogom csinálni. Mit mondhatnék még a privát, a magán Székelyi Lászlóról? Szeretek zenélni, hegedülök, bár az most sajnos az is vissza kellett kicsit fogni, mert nem nagyon lehet találkozni másokkal. De van itt Lipcsében egy kis csapat, egy vonós négyes, meg egy zongorista, akikkel együtt szoktunk zenélni. Persze ilyen teljesen amatőr szinten, de hát annyira azért olyan színvonalunk van, hogy elég, hogy a világirodalom, a zeneirodalomnak egy nagy részén át tudjuk vergődni magunkat. Ismerem az érzést. A családodban vannak zenész hagyományok is. Igen. Hát az édesapám billentyűs, meg basszusgitáros is. Most az utóbbi időben nagyon sokat orgonál. A gyerekkori falujába visszatért, ott él, és ott a környező falukban, a templomban mindig őt hívják kántorkodni a különböző misékre. Úgyhogy ez és kisgyerekként is azt mindig tapasztaltam, tehát mindig volt zene otthon, és ez számomra is fontos. A testvérem, Gábor, ő is matematikus, és ő is zenél. És ezt is most a kislányomnak próbáljuk továbbadni, bár ez ugye nehezebb, mert ő inkább táncolni szeret, annyira nem szeret gyakorolni, de igazából én sem szerettem gyakorolni, úgyhogy
Ezt valahogy megértem. Édesapád egyébként tanított engem az egyetemen, és én azóta is nagy tisztelője vagyok, meg igyekszem követni, amennyire tudom, a munkásságát. Voltam jó néhány előadásán, meg ugye ismerem zenész oldalról is, és hát tényleg maga az az életstílus, amit ő képvisel, az számomra nagyon-nagyon lenyűgöző, úgyhogy ezúton is üdvözletemet küldöm felé. Ugye, talán már a kedves nézők rájöhettek, hogy mi sem most találkozunk először. Életünkben 2008-ban egy ösztöndíjnak köszönhetően 4 hónapot tölthettem Bonnban a Hausdorff Matematikai Intézetben, én ott ismerkedtem meg veled. De akkor milyen jogcímen is voltál ott? Akkor úgy hívták a állásomat, hogy Bonn Junior Fellow, az egy tulajdonképpen docensi állásnak felel meg. Mi pedig junior kutatók voltunk ott, tehát egy ilyen trimestert nyertünk, és mi nem is annyira szakmailag kerültünk kapcsolatba, mert ugye nekünk is megvolt a dolgunk, már egy kutatási tervvel pályáztunk, és ugye azon dolgoztunk, de ugye nyilván egy párhuzamos szekcióban csináltad ugyanezt, vagy mentoráltad a fiatalokat, tehát mi inkább emberként kerültünk ott kapcsolatba. És most mondtad, hogy te fogod főzni a vacsorát, eszembe jutott, hogy ott egyszer a invitálásodra mentünk el egy ilyen libanoni étterembe, és vacsoráztunk együtt, hogy egy a gasztronómiában otthon vagy érdekelnek ezek a... Ha nagyon jó az étterem, akkor érdekel, és az a libanoni étterem az egyik dolog, ami Bonnból hiányzik itt Lipcsében, itt nincs olyan jó libanoni étterem. Amúgy, tehát otthon én is nagyon szívesen főzök, a feleségem is, úgyhogy ez nálunk fontos téma. Bár nagyon ritkán járunk étterembe, mert inkább szeretünk főzni, meg hát kisgyerekkel mégiscsak jobb otthon, mint valahol máshol. Igen. A beszélgetésünk véget elé közeledve próbáljuk meg azt a kérdést elővenni, amit én felvetettem a bevezetőben, hogy akkor mi tulajdonképpen a matematikus, mit csinál egy matematikus, illetve mi a matematika? Nem tudom, van-e erre valami frappáns definíciód? Mit csinál a matematikus? Mi a matematika? Amire én most gondoltam, az inkább van egy érdekes előadása Neumann Jánosnak, azt valamelyik amerikai egyetemen tartotta az ottani diákoknak, és ebben igazából a matematikának a fő erényeiről beszél, nem matematikusok számára, hanem más szakirányjal foglalkozó hallgatóknak, és most próbálom felidézni, hogy mit mond, de a lényege az olyasmi, hogy a matematikának a fő erénye a társadalom számára, az egy bizonyos az objektivitásnak egy bizonyos színvonalát garantálja. Tehát nem véleményekről van szó, nem hitről van szó a matematikában, hanem objektív tényekről. Tehát valami vagy igaz, vagy nem igaz. És szerintem, és ebben ugye mindenkinek egyet kell értenie, hogyha valami be van bizonyítva, akár 1000 éve Archimédesz bizonyította be, akár tegnap én bizonyítottam be, az a bizonyítástól kezdve érvényben marad. Tehát ez független mindenféle gazdasági, vagy vallási, vagy társadalmi tényezőtől. És hát számomra, meg szerintem sok matematikus számára ez egy nagyon fontos vonzó ereje a matematikának, ez az objektivitás. Erről ugye egy olyan vicc jutott most eszembe, hogy a matematikus ugye felmegy a rektorhoz, vagy rektor helyetteshez, és azt mondja, hát egy kicsit több kutatási pénzre lenne szüksége, de ugye nagyon kevésre,
mert hát ugye ő matematikus, és a matematikusnak nekik csak a papírra, ceruzára, meg egy papírszemetesre van szükségük. Úgyhogy ez nagyon kevés, mire mondja a rektor, hogy hát kedves kolléga, hát ez mégiscsak nagyon sok, mert most volt nálam éppen a filozófus kolléga, és ő meg azt mondta, hogy neki viszont csak papírra, meg ceruzára van szüksége. Ja, hát igen, szerintem ezzel elmondtuk a kérdésre a választ. Zárásképpen visszakanyarodnék egy picit a Bonni történethez. Bomba annó a szeretett családi kisautónkkal mentünk, az autót igazából csak a kiutatáshoz kellett használnunk, tehát nem igazán utazgattunk ott vele, mindent megoldottunk gyalog, illetve biciklivel. Egyszer egy esős napon mégis autóval mentem dolgozni, és az autót miközben ott állt a Hausdorff intézet előtti parkolóban, baleset érte. De ugye becsületes emberekről lévén szót hagyták a kis értesítést a szélvédőn, ami persze németül volt, nem sok mindent értettem belőle, de ugye egy ilyen sztori itthon is rémálom, nemhogy külföldön, de hála Lacinak és kedves feleségének minden el lett intézve, az autót megjavították, így jöhettünk már vele haza. Az autónak már azelőtt is volt matematika történeti vonatkozása, nevezetesen egyszer utazott benne Efim Zelmanó, aki 1994-ben kapott filcérmet, őt egyszer a repülőtérről vittük Budapestről Debrecenbe egy konferenciára, de akkor én még nem sejtettem, hogy ez csak a kezdet. Köszönöm szépen azt, hogy itt voltál velünk és ránk szántad az időt. Én köszönöm a beszélgetést.